Életbe lépett a hőségriadó. Az országos tisztifőorvos hétfő 0 órától csütörtök éjfélig rendelte el a nagy meleg miatti legmagasabb harmadfokú intézkedést. Hőségriadót akkor hirdethetnek, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius fokot. Ez most az előrejelzések szerint így is lesz. Az elkövetkező napokban a csúcshőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Mindenkinek ajánlatos ilyenkor kiemelten figyelni egészségére, de a veszélyeztetettek különösen is fontos. Aki érzékeny, idős, vagy akár a kisgyerekek esetében a szülőknek is nagyon oda kell figyelni. A keringési megbetegedésben, szívérendszeri megbetegedésben szenvedőknek szintén oda kell figyelni. Tipikus, hogy ilyenkor a magas vérnyomásban szenvedőknek akár leeshet a vérnyomása, szédülhetnek, akár az idős beteg el is eshet, akár otthon, akár az utcán. Fontos, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, tartózkodjunk klimatizált helyiségben. Az árnyékban sem kerülhetjük el teljesen a napsugarakat, így ott is fenn kell tartanunk a megfelelő védelmet. A kiszáradás és a rosszulét elkerülése érdekében pedig gondoskodjunk a megfelelő folyadékpótlásról. A legjobb választás az alkohol, cukor, illetve szénsavmentes italok. Nagyon fontos, hogy akinek muszáj kimenni, az védje magát, akár az öltözéke tekintetében, tehát lengeöltözet, védjük a fejünket a napsugárzástól, a bőrünket védeni kell, a szemünket nagyon fontos a napszemüveg az UV-s sugárzásnak a káros hatása miatt. Itt rögtön gondolhatunk a strandolókra. Ugyanis a nyári idő ellenére egyáltalán nem ajánlott a dél-dél körüli órákban a napon tartózkodni. A hőségriadó mellett egyébként hétfőn 8 órától csütörtök 20 óráig speciális eljárásrendet igénylő vörös kód is érvényben van Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hajléktalan szállók megtelnek, úgy azoknak az intézményeknek is fogadniuk kell a fedél nélkül élőket, akik egyébként nem ilyen tevékenységet folytatnak.